Sziasztok! Sajnos megtörtént az, amire az ember számít, fel van készülve, de igyekszik elkerülni. Sajnos megtörtem a Scaniát. Intro. Mielőtt belevágnék a történetbe és megmutatnám nektek a bizonyos sérülést, hogy mi történt a kamionnal, szeretném nektek elmondani, hogy a jövőben egy picit lehet, hogy megakadnak a videók, lesz olyan, hogy kimarad akár egy vagy két hét. Ennek az az oka, hogy készítjük nektek az új betanító sorozatot, hiszen 5 év eltelt már az első videó óta, azóta sok minden változott, aktualizálni kell a dolgokat, hangvételben, minőségben ugye megváltoztak a videók, és számotokra jó hír, számomra is, hogy immáron szakemberek is becsatlakoznak a videó készítésbe. Nagyon szépen köszönöm nektek a segítőkészségeteket. Így jövő héten rögtön kezdünk az első ilyen résszel, rögtön a felszereléssel, majd jön természetesen megint a pótkocsik lefel akasztása, a pótkocsik bemutatása, árurögzítés, rakományrögzítés, és így tovább, tehát megyünk szépen sorba, részletesen sok apró videó lesz, ugyanúgy közérthető lesz a videó, ez nagyon fontos, csak sokkal jobb minőségben és sokkal jobb hangvételben, profibban lesz elkészítve. Továbbá nagyon sokan várjátok, kíváncsiak vagytok, hogy hogy állunk a vállalkozásra, hiszen eltelt az első fél év, erről pedig jövő héten fogtok valószínűleg kapni egy videót, vagy az utáni héten, meglátjuk, hogy tudom nektek elkészíteni, tehát legyetek türelemmel, és ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ezekben a részekben is. Kamionos videó valószínűleg lesz ilyen vlog alá, be fogok nektek majd tenni egy-egy útfelvételt, hogy akit nem érdekel ez a fajta mondani való, csak az út, akkor ő is jusson tartalomhoz. Na lássuk, mi történt a kamionnal. Amikor én ezt a Scaniát átvettem, talán a második héten beszéltem a Scaniásokkal, kérdezték, hogy vagyok megelégedve, mik az első benyomások, és mondtam, hogy minden frankó, kivétel kicsit, mintha alacsony lenne, erre bevallom, nem készültem fel. Tudjátok, ezeknek a videóknak a mondani valója az lenne, hogyha hibázik valaki, akár te hibázol, a másik hibázik, elmondja, felvállaljuk azt, hogy igen, hibáztunk, te próbáld másképp csinálni, hogy veled ilyen ne történhessen meg. Én abban hibáztam, hogy amikor megrendeltük ezt a kamiont, első szintezőt nem tettem bele, hiszen ez nem egy mega kamion, így, tehát nem kiskerekű, így nem éreztem, hogy ebbe kellene. Mivel mi sokat járunk ugye baustellékre, azaz építkezésekre, nekem kifejezetten, tehát fokozottan figyelni kell a kamionnak az elejére. Alapból egy megállóval nincs is probléma, hiszen megemeled az elejét és már mész is vele. Na nem úgy ezzel, tehát mint a hímes tojás, úgy kell belevánni. És történt az, hogy az egyik ilyen építkezésen igencsak ki kellett engedni a szerelvényt. Ebben nincs is igazából semmi újdonság, hiszen kihúzod, hogy a hátuljával ugye ne kaszáljál el semmit. Addig, míg a kerék ugye el nem éri a patkát, tehát nem patkázunk, vagy nagyon ritkán akár fel is megyünk a patkára. Így is volt, a patka felé engedtem is, és surló hangot. Hát mondom, leért az alja. Hát olyan picike volt a patka, de tényleg, legalábbis hát annak tűnt, tényleg picike volt. Kiszálltam, nézem, hát jó, nem tudom miért, hozzá szétnéztem, semmi. Oké, hogy eltelt egy hét, és akkor nézem, hogy itt a kerékjáratnál, hogy mi ott az a műanyag kifelé fordulva. Ekkor bizony alánézek, és akkor látom, hogy el van törve a lökhárító. Tehát ott, mint láthatjátok, éppen csak hogy megsúrolta ott a patkának a tetejét, és elpattant a lökhárítónak az alját. Nem egy óriási nagy katasztrófa, ilyenkor el kell vinni műanyagoshoz, és a szépen meg fogják hegeszteni. Beszélek majd a Scaniával, hogy náluk javítassunk, vagy pedig egy külsősnél, ha van a nézők között akár ilyen Győr környéki, akkor nagyon szívesen felvenném veled a kapcsolatot, és akkor elvinnénk majd a kamiont valamikor, megbeszélünk egy időpontot, és ha megy Magyarországra a kamion, akkor elvisszük. Na de mennyi a különbség például a DAF-hoz? Miért? Hiszen én DAF-val jártam, azt szoktam meg. Hát nézzétek meg. Itt bizony jól látható, hogy nem kicsi a különbség. Ennyivel alacsonyabb, és ráadásul még van egy oldalszoknyám is, ami pluszba szintén nagyon alacsony. Úgyhogy nagyon-nagyon vigyázni kell erre a kamionra, nagyon óvatosan kell vele menni. És sajnos nekem így kisebb lett a fordulási helyem, amit ki tudok használni. Különösebb anyagi terhet ez nem jelent, hiszen én a vállalkozáshoz ugyanúgy álltam, mint egykor mondtam nektek a rendőrökhöz, hogy én havonta 50 eurót félreteszek a rendőröknek, nem azért, hogy oda akarom neki adni, nem is azért, hogy
és annyira szabálytalan vagyok, hogy én megbüntessem és lobogtatom, hogy itt van, vigyed. Nem. Egy rendőr, ha akar, szinte bármikor beléd tud kötni. Van az emberen fogás. Én azért bele-bele nyilok néha, kicsit önfejű vagyok, túlvezetek, bármi egyéb pár perc probléma van, vagy valami nem tetszik a rendőrnek, nem tetszik a pofám egyszerűen, akkor azt mondja, hogy 100 vagy 200 euró fogom, odadom. Egészségedre megy mindenki dolgára, elmesélem nektek, hogy mit hibáztam, és ilyen egyszerű. A vállalkozásnál, mivel teljesen új dologról van szó, azért egy nagy értékű kamion, plusz ott az iroda, ott is lehet ugye bőven csak hibázni, én 1,5 millió forintot különítettem el erre, szóval, hogyha bármilyen jellegű probléma történik, ne az legyen, hogy rögtön a szívemhez kapok, ne az legyen, hogy stresszes az ember élete, legyen mindenre, lehetőleg mindenre felkészülve, és ha probléma van, akkor nyel egyet, kifizetés, megy az élet tovább. Ilyen egyszerű lenne, nem muszáj megfogadni, én így csinálom, nekem így nyugodt az életem. Srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, mondjátok el a véleményeteket, és hamarosan jövök vissza a betanító videókkal, vagy hát jobban mondva, jövök a betanító videókkal, jönnek érdekességek, például megyek, kipróbálom, tesztelem az új Ford vontatót is, aztán megyünk majd a Mercedes-t is kipróbálni. Szóval jönnek érdekességek, még ígértem nektek egy Magnumot, fel is ajánlották, viszont még nem volt időm elmenni, és idén ígérem nektek, hogy jönnek nagyon-nagyon komoly videók, egészen a Forma 1-ig meg se állunk. Jövök vissza nektek, ha van kedvetek, tartsatok velem. Sziasztok!